Budai Várról az első dolog, ami eszembe jut, hogy még 1996-ban, amikor a Red Hot Chili Peppers először játszott Magyarországon, itt laktak fenn a várban, és úgy volt, hogy az én legelső gyerekkori zenekarom, amit akkor egyébként a Magyar Red Hot Chilinek neveztek, lesz az előzenekaruk, de előző nap Bécsben derült ki, valami szerződésbeli ilyen galibák miatt ez nem valósulhat meg, viszont cserébe eltölthettünk velük egy napot itt Budán. 5 gyerekem van, ebből 4 fiú, nyilván a fiúkat a vár az mindig a harc miatt érdekli, úgyhogy akkor megkövetelik azt is, hogy a kardokat lehessen hozni. A vár felújításával kapcsolatban az első nagyon pozitív élményem és várakozásom az volt, hogy hát ha visszajön a klasszikus ifi park, amiből az életkorom folytán éppen kimaradtam a legendás időszakból, mert amikor már elengedtek volna, vagy eljöttem volna egy ilyen koncertre, addigra már pont nem létezett, és most örömmel látom, hogy ez azért feléledne látszik. A másik pedig hát nyilván számítok arra, hogy biztos nagyon sok titkot és régészeti leletet lehet még a vár, hogy megtudok olyan dolgokat, amik akár át is írhatják valamilyen szinten a magyar történelmet.